Szép napot mindenkinek! Ugye végeztünk az árpával. Hú, hogy is, ilyen 5,4 tonna lett az átlag. Ja. Szarvasocskák az a szépen legalésznek teszélét. Úgyhogy, de hát most már tanultam úgymond a kísérletbe, hogy a szélső sort azt nem kísérletre rakom, mert szélső 6, de van amikor még a 8. sorba is bemennek. Úgyhogy, ugye, 9303. Jó, hát egy csövet hoz. Szelem van lesz mellett, ami beporozza. És így itt az első kísérlet 9398, ugye 370-es fahó, ugye elvileg 400 körüli 9363, de arra nem emlékszem. Ugye ez Aquamax. Hát szépen már porzik, már a hajon is látszik, hogy köt, úgyhogy reméljük, hogy ez a nagyon nagy meleg, ami most jön, nem fogja befolyásolni a porzást, nem fog úgymond betokosodni a porzó. De nem látok rajt kukoricabogarat. Pedig ilyenkor már így, hogy egy-két darab van. Jó, ezen szoktak, itt is két cső, ott is két cső. Ugye volt csapadék, kapott 22-23 mm-t. Ugye ebből van 24 sor, abból is ugye itt egy forduló, majd azt fel kell írnom, ez előbb is kapott műtrágyát, tehát egyszer kapott 90 kilót, úgyhogy nem volt betöltve. Az állomány az magasabb is, mint ott az elsők, és ahogy nézem, jobban is kín van a címer. Igen, itt már azért látszik a kukoricabogár sajnos. Az elsők, amik jönnek, abban teszkár, de ugye amikor már sok jön ki, akkor elenyésző lesz, mert hát ugye eloszlik. De hát ugye ez harmadik évben kukorica, úgyhogy itt már kell. Hát azt hiszem mindenhol tolja a két csövet, úgyhogy hát 3 méter lehet a kukorica. Úgyhogy bejelent, hogy is látszik, hogy itt is már a csövesedik. Ott is tolja a hajat. Itt is látszik, hogy itt most ilyen jó 150 cm magasan vannak a csövek, de ez a felső rész egy homok, úgyhogy már kiderül, hogy az is számít el, hogy tűzbe kapott műtrágyát, és ugye itt idáig van, innen jön a 0710, ugye ez 520-as,
ez is Aquamax. Ez még ugye címer az nincs annyira kin. Mondjuk ahhoz képest, hogy 5-20-as, azért már itt is ott van a címereske. Ugye ez 500-asokra meg a 490-esre is ez a levél, vagyis a csöpön ilyen kis levél van, ez ilyen fajta jelleg, ez a 0216 már áll, meg a 0412-nél is, amiket használtunk már, azon is látszik, és hát ugye ez azt jelzi, még azt mondták, hogy minél jobban érzi magát a növény, annál szép nagy leveket. Az. Úgyhogy ugye ez 5-20, hát ez ennek még mondjuk ott beljebb az is már hozza a címert. Úgyhogy ugye itt a 94 vagy 99-44, ez 390-es, úgyhogy itt majd a porzásnál azért mondjuk ahhoz képest, hogy 390-es, itt is még a címer, ez is elég magas, és nincs kint a címer. Ugye itt van az, hogy 1, 2, 3, 4, 5, itt az ötödik hiány, és a 6, ez jó, és akkor itt megint az ötödik hiány, ugye itt visszafordulásnál, de itt legalább akkor be tudok jönni. Jó, hát hogyha most ez hoz 1, 2, 3 csövet, akkor az már 3 kukorica. De elvileg, ahogy én meg szoktam figyelni, ugye meg hát mindig a kukoricának a szélső sora a legszebb, hogyha hogy a széle ilyenkor ugye, mivel nincs mellette másik, és erre is látom, igen, akkor jobban kétcsövezik, tehát azt majd kiderül, hogy mennyire fogja tolni a második csövet, tehát ez még csak most kezd, és hogy elég érdekes, hogy ez ilyen még 90-es, még 100 elejé, és még ugye másikhoz képest mennyire nem hajasodik, még a címer is szinte nem is látszik. Tehát még egy, még két-három levél még takarja a címert. De jó magas lesz, mert ez már most akkora, mint a másik. Tehát ez már most ilyen 250. De jókor azt kaptuk, azt a két esőt. Nem is baj így, hogy most csúsztunk az aratással az árpánál. Ugye, és akkor itt az idáig, ugye itt megint ott a kis közét, hiány. És itt a 99-60, ez 4-10, úgyhogy ebből is. Ez is azt nézem, hogy ennek is ilyen a levele. Ugye ezek nem akvamaxok. De hát meglátjuk, hogy ennek is még a címer. Meg még a, mondom, még a címer az még nagyon messze van. És még a csőt is épp, hogy tolja. És hogy érdekes, hogy a kései 5-20-as milyen korán kitolta a címert, pedig az annak kéne ugye legmagasabbnak és legkésőbb kitolni. Ugye még ér is, ugye mindegyik zöld száron érő típus. És akkor innentől meg
Itt látjuk, ez a 9363, ez már szépen tolja a címert. És ilyen drónoztunk, úgyhogy van föntről is pár kép, majd dobok. Látszik, hogy milyen szép hiányos barkó. Meg a... Most a vadisznó nem volt, de a barkó, fácán. Az... Meg ugye a vetőgép kihagyás az. Sajnos csinált, de hát... Ez ilyen. Na, szép napot továbbra is. Jó oratás mindenkinek. Szerintem jövő hét vasárnapra, akkor majd még egyszer kijövök. Hogyha addig nem lesz ugye munka, mert ne kéne tárcsázni az árpatarlót, csak még vissza kell rakni a vastagkereket. Úgyhogy akkor arról lesz videó. És akkor vasárnap kijövök, akkor már szerintem szépen ki fog címeresedni, kitolja. Hát és remélem, úgy utána jó lenne megint mondani egy kis esőt. Mert tavaly volt az, hogy igaz, akkor nem árpa volt itt, hanem buza. Akkor szépen ki volt csövesedve, learadtuk, még szép zöld volt, bejött a 40 fok, és szépen megsült, de úgy, hogy a 3 nap alatt olyan gyorsan megsült, hogy ilyenek voltak a kukoricán a levelek, így nézett. Hát így nézett ki tavaly a kukorica, hogy így, ilyen magas volt, hogy most, és ilyen zöld színű volt. És így lehetett törni. Na, szép napot mindenkinek. Iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot. Szép napot.